A 20. percben megszerezte a vezetést a Szolnok, Annus Árpád vette be a debreceni kaput, Szabadosnak esélyesen volt a hárításra. Sokáig tartotta előnyét a MÁV, de még a félidő előtt egalizált a Deac, Karikás ívelt be a jobb oldalról, Szidibe pedig a hálóba bólintott, 1-1. A szünetre viszont nem maradt a döntetlen. A 40. percben Tóth Benyámin végzett el szabadrúgást a hazaiak kapujától 25 méterre, a szolnoki 8-as pedig védhetetlenül lőtt a kapuba, 1-2. A térfélcsere után rögtön növelte előnyét a kékmezes látogató, Lackó cselei után középre adott, Földi Marcell pedig értékesítette az ittszert, 1-3. 2 perccel később pedig Annus szerezte meg önmaga második, csapata 4. gólját. Újabb 2 perc telt el, mikor Spitzmüller István bombázott a szolnoki kapuba, 2-4. A hátralévő percekben viszont bárhogy próbálkozott a Deac, nem tudott újabb gólt faragni hátrányán. A 91. percben Sütő viszont szépített, de az egyenlítésre már nem maradt idő. A Szolnok 4-3-ra győzött, és mivel a Jászberény botlott, 2-1-re kikapott Putnokon, a MÁV vezeti a tabellát. Előnye 1 pont a Berény és az SMTK előtt.